Omladozó vakolat, elmozdult tetőcserepek, így néz ki ma a tuzséri Lúnyai kastély kívülről. Legutóbb 2000-ben költöttek az épületre, ám akkor a felújítási munkálatok félbe szakadtak. A mesterek még a szerszámaik egy részét is hátrahagyták. Azóta a kastély állaga folyamatosan romlik, a tető beázik és mindössze 2 terem látogatható. A település polgármestere a Nemzeti Kincseink a Kárpátok ölelésében című tudományos konferencián arról beszélt, megközelítőleg 600 millió forintra lenne szükség a felújításokhoz, 20 millió pedig az azonnali állag megóváshoz kellene. Nagyon fontos lenne az épület tetőszerkezetének felújítása, ez egy ilyen 20-30 millió forintos tételt jelent. Sajnos a tető beázik, így a főteremben vagy díszteremben lévő freskó tönkre mehet 2 éven belül, hogyha sürgősen nem avatkozunk közben. A tuzséri Kárpátfest elnevezésű 3 hetes kulturális rendezvénysorozat végén tartották a konferenciát a kastély jövőjéről, melynek célja volt, hogy az épület hasznosítási lehetőségein túl a felújításhoz szükséges forrásokat is megtalálják. Ez a konferencia is azért született, azért jött létre, hogy ráirányítsuk a figyelmet ennek a kastélynek az értéke, illetve keressük a módját annak, hogy mégis milyen forrásból, milyen lehetőségek révén tudnak tovább haladni ebben a programban. Én gondolok elsőbben a határmenti együttműködési program lehetőségeire, különösképpen az ENI, hiszen kárpátai vonatkozásai is vannak a Lúnyai családnak, illetve a Magyar-Szlovák Együttműködési Program pályázati kereteiben. A közgyűlés elnöke a rendezvényen elmondta, a megyei fejlesztési ügynökség segítségével először a Magyar-Szlovák programban keresnek pályázati forrást a kastély felújításához.